Szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket! Bőti előkészületünk ötödig, az utolsó vasárnapjához érkeztünk, melyet egyházunk vajhagyó vasárnapnak nevezett el. A keleti egyház hívei a holnapi napon szigorú önmegtartóztatással kezdik a bőtöt. Nem csak húst, de a vajas ételeket is elhagyják az étlendjükből, és csak növényi eredetű ételekkel táplálkoznak. Ehhez hasonló szigorúságot nagy pénteken, Krisztus kereszthalálának emléknapján kér még az egyház. A lemondás, önmegtartóztatás, bőjt. Mit értelmük van? Mire jók ezek? Kérdezik sokan. Az ókori görög orvos Hippokrétész mondja, Éted legyen orvosságod. Orvosok, természet, gyógyászok állítják, évente több kilónyi szilárd szennyeződést lélegzünk be, és saját testtömegünk jelentős hányadát kitevő mennyiséget viszünk be szervezetünkbe a táplálkozás során. Az anyagcsere folyamatok nem elég hatékonyak ahhoz, hogy a salakanyagokat maradéktalanul eltávolítsuk. Ezért hasznos időnként bőjtöléssel segíteni a tisztító folyamatot. Továbbá állítják, hogy a bőt diéta által lebomlanak a káros anyagcsere, termékek, a felesleges tartalékok, és ettől fittebbnek érzi, magát az ember. Megtisztulnak a sejtek, kötőszövetek, enyhülnek a gyulladásos, reumatikus, közvényes panaszok, ellenállóbbá válik a szermészet, erősödik az immunrendszer, harmonizálódik a hormonháztartás és a vegetatív idegrendszer működése, javul az emésztés, hatékonyabbá válik a felszívódás, és enyhülnek vagy megszűnnek a tápcsatornát érintő panaszok. Helyre billen a szervezetben a savbázis egyensúly, csökkennek az allergiás panaszok, rendeződik, illetve javul a vérnyomás és az érrendszer állapota, normalizálódik a vércukor, a koleszterin, a májenzimek szintje, ha ezen betegségek közül csak néhányat is sikerülne orvosolnunk, már akkor is megérné bőjtölnünk. Ne feledjük, a keresztény ember elkölcsi felelőssége, hogy törődjön egészségével. Az egészség megőrzésén túl az egyház még hangsúlyosabban képviseli a bőjt lelki hasznosságát. A lemondás, az önmegtartóztatás erősíti az akaratot, a kitartást. Az emberek többsége sajnálatosan mindig mindent azonnal akar, s ha nem kapja meg, gyakran türelmetlenné, erőszakossá, rossz indulatává, irigyé lesz. A bőjtától kicsiben megtanulhatja, gyakorolhatja, hogy bizonyos dolgokat el kell tudni engedni. Valaminek mindig meg kell halnia, hogy egy új születhessen. A mai napon az úgynevezett hegyi beszédből olvassuk fel a következő evangéliumi részletet. Mert ha az embereknek megbocsátjátok védkeitért, nektek is megbocsát mennyi atyátok. Ha pedig nem bocsátatok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti védkeiteket. Amikor pedig bőtöltök, ne Nézzetek komora, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek bőtölésüket. Bizony mondom néktek, megkapják jutalmokat. Amikor pedig te bőtölsz, kend meg a fejedet és mosd meg az arcodat, hogy bőtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtekben van, és atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rosda megemészti, megemésztés, ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rosda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el, mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Egy osztrák hegyi faluban a település előjárói megbíztak, megfizettek egy nyugdíjast, hogy a hegyoldalban lakó ember rendszeresen tisztogassa a forrás útját, mely a település gyönyörű tavát táplálta. Aztán teltek-múltak az évek, egy zárszámadási költségvetési tanácskozáson a pénztáros felesleges kiadásnak ítélte a forrás őrének adott juttatást. Megszavazták, megszüntették. Összel, amikor a lehulló levelek, ágok elborították a patak vizét, bezöldült, büdösé vált a tóvize is. Nem jöttek már a turisták, elmaradtak a hatjuk, haldoklott az élet. A település vezetői belátták, a forrás őre nélkülözhetetlen. Mi is a bőjt? Az Istenből fakadó élet forrása bűneink hordalékával terítődik. A bőjt a forrás őre segít tisztán tartani az életadó vizet.